Kedves nézők, a háttérben rendőrségi hírek, a stúdió vendége, Karasz Csaba rendőr, alezredes, a vizsgálati osztály vezetője. Köszöntöm, alezredes úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok! Rögtön a közepébe. Van egy olyan téma, ami arról szól, hogy egy illető többször, kétszer is betör például ugyanabba a házba. Ez is a, úgymond a rovásán van. Hol tart most az ő ügye? Miről tud ezzel kapcsolatban beszámolni? Igen, ez egy szép eredményes nyomozás volt. Ez a elkövetőnk 26 éves ceglédi férfi lakos, és 2018 évben több ingatlanba éjszaka besúrant vagy betört ablakon, ajtón keresztül, és különböző érdeket tulajdonított el. Erről egyszer beszámoltunk, hogy őt sikerült elfogni. Most viszont a elfogását és a gyanúsított kihallgatását követően 30 napon belül befejeztük az eljárást, és bíróság állítással lett befejezve a nyomozás. A ceglédi járási bíróság nem jogerősen 4 év 6 hónap végletadó szabadságvesztéses börtönre ítélte az úriembert. Létezik egy csalássorozat. Én arra kérem azért, hogy kicsit részleteiben is mondja el, hogy ez a gyakorlatban hogyan valósul meg, vagy hogyan próbálják megvalósítani a csalók. Itt megváltoztatott bankszámlákról beszélhetünk, pontosabban arról, hogy hamis bankszámlaszámokat adnak meg, és arra kérnek utalást. Na, de hogyan? Így van, hát a csalás egy olyan dinamikusan fejlődő üzletág a bűnözők között, ahol mindig újabb és újabb elkövetési formákat kell, hogy kitaláljanak. Ez egy éves, két éves múltra tekint vissza. Az a lényege, hogy egy jogi személynek, egy gazdálkodó szervezetnek, akár önkormányzatnak is, egy olyan tagjának adják ki magukat e-mailbe, akikkel az a cég már régebb óta szoros kapcsolatot, üzleti kapcsolatot tart fenn, és tájékoztatják a céget, hogy megbázott a számlaszámok, és kérik, hogy innentől kezdve a szokásos átutalást ne a korábbi számlaszámra, hanem új megváltozott számlaszámra utalják át. Ez az e-mail nagyon hasonlít arra az e-mail, amit korábban is kaptak ezektől a cégektől, csak egy-két karakter eltérés van benne. Szinte észrevehetetlen. Tehát figyelni kell. És aki nem, kicsit nem nézi át tüzetesen ezt az e-mailt, vagy nem gondolja végig ezt a folyamatot, nagyon könnyen elfogadja ezt az e-mailt korrekt tájékoztatásként, és az új számlaszámra utalják át a pénzeket, esetleg több millió forintos károkat is tudnak ezzel okozni a csalók. Arra kérnék mindenkit, hogy ha ilyen helyzetbe kerülnek, és főleg itt a gazdálkodó szervezetekről van szó, akkor érdemes mindig felvenni a korábbi üzlettársak kapcsolatot, nem a megadott telefonszámot, amit az e-mail tartalmaz, vagy az az e-mailen keresztül, amiben megkapták ezt az üzenetet, hanem a korábbi ismert telefon, illetve e-mail címeket használva beszélni kell velük, fel kell adni a kapcsolatot, hogy most akkor tényleg megváltozott a számlaszám. Ilyenkor derül ki, hogy itt ez egy csalásos háttérrel állunk szembe. Igen, tehát hogyha egy üzleti partner arról számol be, hogy megváltozott a bankszámlaszámra, akkor azt azért annak járjunk a végére ezt először. Ezt vissza kell ellenőrizni, mielőtt automatikusan utalnánk erre, és mondom, egy korábbról is, mert a korábbi kapcsolattartásra használt ilyen telefonszámokat vagy e-maileket kell ilyenkor használni. Én azt hiszem, közismert már az, hogy miről szól az unokázós csalóknak a története. Ezzel kapcsolatban miről tud beszámolni? Ha minden igaz, akkor ez idáig még Ceglédet elkerülte, és reméljük el is fogja. Igen, hát nagyon bízok benne, hogy elkerülje a ceglédi rendőrkapitányság illetékési területét ez a fajta bűnelkövetés. Ez is a csalásnak egy olyan formája, ami pár éves múltra tekint vissza. Itt ismeretlen személyek legtöbbször vonalas telefonon hívják fel az idősértetteket. Hát őket úgy tudják elérni, hogy telefonkönyvben keresik azokat a személyeket, akik például egyedülállók lehetnek, például bele van írva, hogy özved, akármilyen né, és akkor gondolják, hogy ez egy egyedülálló idős hölgy lehet. Felhívják telefonon, és az unokának kiadva magukat, legtöbbször síró hangon egy olyan helyzetet vázolnak, ahol mondjuk egy közlekedési baleset történt, és legtöbbször nagyértékű Mercedes gépkocsit szoktak törni ilyen balesetekben, a történetek szerint is kérik a nagymamát vagy a nagypapát, hogy nagyon gyorsan segítsen, mert nagy baj van, hogyha most azonnal nem fizet. Itt akár több millió forintot is kérhetnek, majd közlik, hogy ő maga nem hagyhatja el a helyszínt, hiszen ott már rendőri intézkedés is van. Sokszor átadják a telefont egy olyan személynek, aki rendőrnek adja ki magát, és egy ismerőst küldenek el az idős személyhez, elküldi egy barátját, hogy hozza ezt a pénzt, és az idős személy gondatlanul átadja neki ezeket a nagyértékű összegeket, vagy akár aranyékszert is több esetben. Persze az unokának nincsen semmilyen baja, tehát nem történt ilyen baleseti esemény, hanem az idős embert így akarják tévedésbe ejteni.
Tehát akkor ezt is ellenőrizni kell? Visszahívni az unokát? Vagy legjobb, mit javasol ilyen esetben? A legjobb az, amikor azt mondja az idős személy, hogy jó, de majd akkor mindjárt visszahívlak, vagy például amikor az unoka nem mutatkozik be, hanem csak sírhangon közül, hogy szia, én vagyok, és akkor legtöbbször az idős megkezdő, hogy ki vagy te, Zsoltikám, te beszélsz, és akkor mondja, hogy igen, én vagyok a Zsolti. Tehát, hogy ne beszéljünk úgy a telefonba, hogy az azonosítást azt megkönnyítsük ezeknek az elkövetőknek. Például van olyan, aki közli, hogy nekem nincs unokám, és akkor azonnal megszakad a vonal és lerakják a telefont, hiszen akkor rögtön tudja a csaló, hogy rossz helyen jár, és ezt a telefonbeszélgetést már nem folytatja utána. A másik még jellemző, hogy ha van számkijelzős készülék, akkor érdemes nézni, hogy honnan érkezik a hívás. Ha külföldi számról, általában külföldi mobiltelefonokat használnak az elkövetők, akkor már megint lehet gyanakodni, hogy itt bizony csalásra állunk szemben. Igen, tehát ez a hívószámkijelzős vonalas telefonról beszélünk, vonalas, hiszen ahogy említette, vonalast hívnak az elkövetők. Ez gyakorlatilag rendszeresen így van, ez kijelentető. Rendszeresen vonalast, mobiltelefonszámokat nehezebb megszerezni az elkötőknek, viszont a online telefonkönyvekben bármikor hozzájutnak a személyeknek a hívószámai, az elég 50-60 ilyen számot felhívni, abból biztos lesz egy-kettő, akit sikerült tévedésbe tartani. Itt a jó idő, itt a tavasz. Milyen közlekedéssel kapcsolatos hírekről tud beszámolni? Ugye alakul most már az M4-es, ugyanakkor egyre több az utakon a motorkerékpáros, a kerékpáros. Így van. A 4-es főútnak a fejlesztésével, bővítésével gyakorlatilag párhuzamosan csökkennek a közlekedési eseményeink is. Ez jó hír. Feltétlenül jó hír, hát a tavalyi évhez képest csökkentek a bűncselekményi mutatók. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a jó idővel, mint ahogy említette is, megjönnek az utakon a kerékpárosok, motorosok. A kerékpárosok is másféleképpen közlekednek, mint egy gyakorlott kerékpáros időszakban. A téli szezon után hirtelen megjönnek az utakon, főleg a gyerekek például, és komoly gondot okoznak az autósoknak. Én azt arra kérek mindenkit, hogy figyeljenek oda egymásra. A motorosoknál pedig szintén a szokásos éves rutin elveszett, hiszen most kerül elő a hideg időszak után a motor, és nem úgy tudnak vele menni, mint ahogy korábban. Tehát egy gyakorló időszakot azért érdemes ilyenkor befektetni, hogy kicsit odafigyelni erre. Mindenféleképpen figyelmet kérünk mind az autósoktól, mind pedig az egyéb közlekedésben részvevő más személyektől. Alezredes úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát kívánok! Köszönöm, viszontlátásra! Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!